Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Törvényt sértett a főváros, amikor Horn Gyuláról nevezett el sétányt néhány hónapja Budapesten a 13. kerületben. A volt kormányfő nevét ugyanis sem civil szervezet, sem közterület nem viselhetné. De vajon hogyan vélekedünk ma az egykori miniszterelnök karhatalmista szerepvállalásáról? Erről beszélgetünk, kezdünk! Érkezik hozzánk Felföldi Zoltán. A Magyar Nemzet publicistája szerint a kérdés az, vajon lép-e ezek után a fővárosi kormányhivatala törvénysértő közterület elnevezéssel kapcsolatban. Nem lehet messze nézni lehajtott fejjel, vallotta Horn Gyula. Vélhetően ez a jelszó vitte előre akkor is, amikor pufajkásként vett részt az 1956-os forradalom leverésében, a kádári önkényuralmi rendszer kiépítésében, tehát nem méltó arra, hogy róla sétányt nevezzenek el, ezt pedig már Tóth Eszter Zsófia történész vallja. És a stúdióba várjuk Máté Áront. A történész azt mondja, kommunista káder, kádár hufajkása, külügyes apparatcsik. Horn életútja nem a legjobb ajánló levél. Azt tudom mondani, hogy annak idején, amit tettünk, december 1956, október 23-a és december közepet között, az is megalapozott volt, hiszen a második világháború tapasztalatai alapján rendelték, vagy teremtették meg a ütőképes egységeket ahhoz, hogy ahhoz szükséges nagyon sok robotmúltó és egyéb tulajdonságokkal felruházott emberek mászkáltak itt össze-vissza Budapesten is, meg az országba. Egy különleges helyzet volt. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Valóban különleges helyzet volt 1956, talán nem feltétlenül abból a szempontból, hogy ezt Horn Gyula interpretálja, de az is különleges helyzet, hogy Budapesten közterületet neveznek el Horn Gyuláról, akkor, amikor létezik az önkormányzati törvénynek egy olyan kitétele, amely egyértelműen megtiltja, hogy olyan szeméről, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, arról nem nevezhető el közterület. Mi a helyzet ezzel? Zoltán? Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a nézőket, szervusztok. Egyetértek egyébként Horn Gyulával, 1956. október és decemberek között nagyon sok robotmúltó egyén volt az utcákon, például Horn Gyula, és hát ezekről a robotmúltó egyénekről nem kellene utcát elnevezni. A következő történt, nem tudom, emlékeztek-e rá, június 8-án volt egy közgyűlés a fővárosi önkormányzatnál, úgy döntöttek, hogy Horn Gyuláról egy sétányt neveznek el Angyalföldön. És az önkormányzati törvény előírja, hogy olyan személyről, aki 20. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, arról nem nevezhető el közterület. Ezt egyébként jelezték is a kormánypárti képviselők a fővárosi közgyűlésnek az ülésén. Ennek ellenére az önkormányzat simán átment ez az ügy. És nem kérte senki az akadémia állásfoglalását, bár a törvény úgy is rendelkezik, az önkormányzati törvény, hogy kétség fölmerülése esetén a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását beszerzi az önkormányzat. De ők nem szerezték be, nem volt az önkormányzatnál, illetve senkinél nem volt egy ilyen állásfoglalás az akadémiától, és szépen átment a Horn Gyula sétány elnevezés. Volt is egyébként civil szervezet, engedjétek meg, hogy megemlítsem őket, a Magyar Patrióták Közössége, akik sérelmezték ezt, és a fővárosi kormányhivatalhoz fordultak. És a fővárosi kormányhivatal, megjegyzem, Sára Botont, akkor kormánya megbízott, most Fő István úr aláírásával egy olyan levelet küldött nekik vissza, hogy az önkormányzat arról nevez el közterületet, akiről akar, és mivel nincsen akadémiai állásfoglalás, azért el lehet Horn Gyuláról is nevezni. Nyitok egy zárójelet. Van egy gyűjtemény az akadémiai állásfoglalásoknak. Rákosi Mátyásról sincsen akadémiai állásfoglalás, tehát ha egy baloldali önkormányzat úgy gondolja, hogy ő Rákosi Mátyásról kíván elnevezni közterületet, ez szerint a kormányhivatali érvelés szerint ezt megteheti. Nos, igen, nem, de hát én úgy tudom, hogy akartak létrehozni egy Horn Gyula alapítványt, amivel kapcsolatban viszont van akadémiai állásfoglalás. Igen, pontosan ezt csináltuk, mivel hogy az önkormányzaton kívül senki nem kérhet állásfoglalást az akadémiától az önkormányzati törvény alapján, ezért mi terveztünk létrehozni egy civil szervezetet, ugyanis civil szervezetet sem lehet ugyanilyen szeméről elnevezni.
A civil szervezet megalapításánál azonban az alapító köteles bekérni az akadémiának így a névhasználati engedélyt, és ezt csatolni kell a bírósághoz. És hát mi két barátommal megcsináltattuk a Hordjúr alapítványt. Elkezdtük megcsinálni, ugye nem jegyezték be, mert nincs névhasználati engedélyünk, tehát már elkészítette, dr. Nagy Imre ügyvéd barátom elkészítette a Hordjúra emlékére alapítvány alapítókiratát, annak rendje és módja szerint én, mint kijelölt kurátor megkértem az akadémia névhasználati engedélyt, és csodák csodája, az akadémia visszaírta, hogy nem veheti föl az alapítvány Horn Gyula nevét, tekintettel arra, hogy 20. századi, és itt nem akarom tovább sorolni. Én tudom idézni, itt van, közismert életútja nem hagy kétséget afelől, hogy részt vett, sőt, vezető szerepet vitt 20. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában. Ez az akadémia állásfoglalása. Így van. Én a pontos folyamatot nem ismerem, de annyiban megvédem Sára Botondot, hogy neki ilyenkor nem hiszem, hogy mérvegevési lehetősége van, és nem is értem, hogy miért kellett pont az ő nevét kiemelni itt a műsorban, tehát szerintem ő ebben abszolút vétven, mint az előbb mondtad, az önkormányzat fordulat az akadémiához. Az viszont szerintem egy kitűnő kurucos húzás volt, ilyen igazi könnyű ovas megkerülő támadás, hogy ilyen partizán akcióval megcsináltátok ezt az alapítványi történetet, és ezzel kicsikartátok tulajdonképpen az állásfoglalást. Miért vett ekkora habot Horn Gyula? Hát mégiscsak a rendszerváltó politikusok között volt, ugye a néplélek jelentős része úgy tudja, hogy ő volt az, aki megnyitotta a határokat. Más kérdés, hogy ő akkor ugye külügyi államtitkár, aztán külügyminiszter volt, és Németh Miklósnak hívják a miniszter, vagy hívták a miniszterelnököt, aki ezt megtehette. És aztán pedig a rendszerváltozás után első szabadon választott kormányzat bukása után, illetve az új választásokon 1994-től Horn Gyula vezette a 98-ig tartó MSZP-SZDSZ kormányt, ahol egy utódpárt és egy akkor még rendszerváltónak gondoltuk párt állt össze egy közös kormányzásra. Mégiscsak megválasztották, de lehet, hogy a létező szocializmus vagy a bukdácsoló kommunizmus idején voltak ilyen és ilyen dolgai, de hát végül is aztán a demokrata oldalra állt, vagy nem? De pont ez a lényeg, ugye, amit a bejátszásban is, ahogy ő erről beszélt, hogy mi történt ugye az 56-os forradalom leverésekor, illetve ugye 56 őszén terén, hát gyakorlatilag mondjuk ki, amit mindenki tud, ő pufajkás volt. Ennek ugye az... De először azt mondta, hogy nemzetőr volt. Igen. Volt egy ilyen változat is. Így van, viszont ugye az történt, hogy mivel megölték a testvérét, ugye ez itt a narratíva, ami egyébként igaz is, tehát tényleg megölték a testvérét. Nagy valószínűség szerint ugye egy szovjet teherautó hajtott át rajta, de aztán ugye még a holttestét is megcsonkították, tehát ő ezután tényleg aktívan, a legkeményebben vett részt az 56-os forradalom megtorlásában. De ne, tehát ezt azért egy pillanat álljunk meg, tehát én ennyiben nem támasztanám alá azzal, hogy ezért vett részt. Én ezt, sőt, meg is cáfolnám, hiszen Szófiai tartózkodása alatt szándékosan azt terjesztették, amikor ő ugye ott a nagykövetsége, hogy hát Horn bátyát a ruszkik nyírták ki. Ugye ez volt a legenda, a szovjetek ölték meg, és ezt szándékosan azért csinálták, hogy ő mint egy komilfó legyen a különböző nyugati országok diplomáciai testülete számára. Tehát én nem hiszem, hogy az, hogy az ő bátyja ott életét vesztette egy teherautó balesetben, az különösebben. Ő egy kommunista közegből indult, tulajdonképpen annak köszönhette ugye egyáltalán az előrelépését, a karrierjét. Én inkább valahol ide vezetném vissza ezeket a gyökereket. Meg a nemzetőrséget említetted, ne felejtsük el, hogy a nemzetőrségnek eredetileg szántak egy olyan szerepet, ugyanahogy Imre, hogy bevonják a fegyveres szabadságharcosokat, ezzel mint egy központi irányítás alá, a saját irányításuk alá vonják, és egyúttal ugye olyanokat is behoznak, akikkel hát finoman szólva ki lehet egyensúlyozni az egész történetet. Elnézést, csak ezt azért semmi szerintem gond. Tisztázni kell. Szerintem igazából az szerintem azért fontos, hogy valaki miért, és mit cselekszik a történelem során, hogy amögött mi állhat.
Ami szerintem ebben nagyon fontos viszont, hogy ugye tehát ő ténylegesen részt vett a forradalom megtorlásában, és ugye ahogy itt a bejátszóban beszélt, mint hogyha a fehér könyvet hallanánk újra. Ez ugye a kádáréka, hogy az ellenforradalmi narratívát felépítették, ez volt ez a bizonyos fehér könyv, amelyben ugye ellenforradalomként ábrázolták, és aztán gyakorlatilag 3 évtizedig mindenki ezt visszhangozta. Nagyon fontos alapdokumentum volt a fehér könyv, hogy még megyei szinten is megjelent. Sőt, egyetemi fehér könyvek is voltak. Tehát volt a központi 4 kötet, és aztán a megyei, meg az egyetemi szévia. És ami ugye itt szerintem még fontos, hogy mindezt 2007-ben mondja, 2007-ben ő ezt ugye egy televíziós műsorban úgy elmondhatja, hogy itt akkor ezt senki nem kérdőjelezi meg, hogy miért így beszél az 56-os forradalomról, és hát ami Áron ugye utaltál is rá, itt nagyon fontos, erről Mező Gábor írt ugye több cikket is, hogy a szófiai időszakában, tehát amikor ugye ő ott kint volt, akkor ugye azt is tudjuk, hogy hát besugó is volt, ezt nem ő maga írta le, de a dokumentumokból ez is kiderült, tehát az, hogy ő hogyan vesz részt az önkényuralmi rendszer felépítésében és működtetésében, hát ez is ugye többszörös, tehát ugye részt vesz, mint a 56-os forradalom leverője, megtorlója, aztán részt vesz külpolitikai, külügyi vonalon, mint ugye ügynök is, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk ő egy egyszerű vidéki apparátsik, mondjuk egészen a 80-as évekig, amikor ugye felépíti ezt a karrierjét. Zoltán? Igen, ezt érdeklődésre hallgatom a beszélgetést, és nyilván a tényeket így is lehet, úgy is lehet értelmezni, értékelni, de azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy mi hogy értékeljük Horn Gyulának a szerepét, akár te István, akár mi. Van, aki máshogy föltételezem, hogy Havas Szófia, vagy hogy hívják, aki folyamatosan ellenforradalmazott az elmúlt időszakban, mint a Szanyi Tibor, mondjuk neveket, máshogy értékelik Horn Gyulának a szerepét. Nézd, ez beleszél a szólásszabadságot. De az viszont fontos, hogy van egy jogszabály. Igen, és azt a jogszabályt, azt be kell tartani. Tehát mi elpolemizálhatunk azon, hogy Horn Gyula jó bácsi volt, vagy rossz bácsi volt, de ettől el kell különíteni azt, hogy egyébként azok, akik folyamatosan kioktatnak bennünket jogállamiságból, azok fogják magukat, és hát egyszerűen figyelmen kívül hagynak egy jogszabályt, és jogszabályi rendelkezéssel szemben neveznek el közterületet. Most éppen Horn Gyuláról. Na most érzem, hogy megint élveszek itt az ördög fogadatlan prókátorra egy kis képzavarra. Igen, bár tehát, még visszatérek arra is, hogy miért emlegettem a kormányhivatalt az előbb. Igen, ja, igen. Szerintem Horn Gyula karrierjében az, hogy ő Szófiában a magyar állambiztonság, vagy nevezzük hírszerzésnek kapcsolata volt, tehát szerintem ez a legkevesebb gond. Általában a diplomatáknak kötelező. Most elnézést, de szóval igen. Na most az más, hogy ő ezt szándékosan saját meggyőződéséből, ugye azért, hogy a világ kommunizmus érdekeit szolgálja. Most itt nagyon izgalmas volt, amit mondtál az imént arról, hogy jogszabály. Én azért ezen túllépnék egy picit, mert mint nem úgy, hogy kikerülve, hanem tovább. Tehát az oké, hogy vélemény, meg szólásszabadság van, de hogyha nincsenek olyan közös, gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlen emlékezett helyek, ugye Pierre Nora után szabadon, tehát olyan közös sztoriaink, szegletköveink, amit mondjuk csak egészen marginális helyzetben levő politikusok vagy csoportok kérdőjeleznek meg, akkor nem tudunk közösségként működni. Tehát én szerintem közéleti szereplők részéről igenis, az ne legyen nagy befolyással bíró közéleti szereplő, meg ne szerepeljen, akinek 1956 nem a mi dicsőséges forradalmunk és szabadságharcunk. Tehát én a jogszabályokon túl, most egy erkölcsi kérdés, vagy ilyen politikai erkölcsi kérdés, én az ilyen szempontból egy kicsit szigorúbb véleményt fogalmaznék meg. Ebben... Ezzel teljesen egyetértek, de bocs, ez van az országban. Tehát nagyjából szerintem, bár nem vagyok történész, tehát óvatosan nyilatkozok, nagyjából 1848 az utolsóan be egyet tudunk érteni, bár ott is az egy Kossuth Széchenyi, de az legalább nem napi politikai vitáknak a tárgya. Akkor lehet, hogy Rákóczig vissza kell menni. Tehát bocs, az én szobrom neki nem tetszik, az ő szobra nekem nem tetszik. Lehet ezen sajnálkozni, de a Kárpát-medencében jelenleg ez a helyzet. Jó, azért térjünk vissza egy picit Horn Gyulához, és ez azért is fontos, mert igen, Áron, neked igazad van, hogy kellene, hogy legyenek bizonyos nemzeti minimumok.
ilyen dolgokban is. Nyilván morális szempontból is fontos ez, a nemzeti emlékezet szempontjából, a fölösleges viták elkerülése szempontjából. De azért, hogyha a Horn Gyuláról beszélünk, azért ezt nem felejthetjük el, hogy ez a srác, aki 32-ben megszületik, valóban nagyon szegény, sok gyermekes családban, 12 évesen a legérzékenyebb korszakában a Gestapo gyilkolja le az édesapját. Utána kiemelik, iskoláztatják ugye ebben a szegényeket, a proletárokat fölemelő rendszerben iskoláztatják, Rostovban végzi el a gazdasági főiskolát. Tehát nyilván úgy érezheti, hogy ez a rendszer neki olyan sokat adott, amit meg kellett valamiféleképpen hálálnia, és tetszik, nem tetszik, abban a korszakban úgy tűnik, hogy ez volt a hálának az egyik módja a kommunisták oldaláról, a másik pedig az 1957-es május 1-e, néhány hónappal a forradalom leverése után 1 millió ember megy ki. Na nem, tehát nem volt 1 millió ember, nem, május 1-én nem kondoleáltak. Jó, nyilván. Persze, lelkileg kondoleáltak. Lelkileg kondoleáltak, miközben mosolyogtak Kádárra. Tehát az egy két, ne ezt a május 1-ét, tehát ez is egy olyan dolog, amit vérre, vassa belevertek az emberekbe, meg ezt úgy írjuk megemlíteni. Nem, tehát én ezt a nemzeti emlékezet szempontjából abszolút visszautasítom, hogyha megszámoljuk, vagy vesszük a Magyar Dolgozók Pártjának, illetve az MSZMP-nek az egykorú pártagvédszámát, ha annak csak a felét számítjuk, mint meggyőződéses kommunista, egy-két családtagot hozzácsapunk, plusz a megfélemlített előre megdolgozott üzemek, hivatalok dolgozóit, akkor kijön az a tömeg. Tehát azért ezt ne hozzuk ide föl, ezt tegyük félre. Jó, a másik ez a nemzeti... Észak-Koreában is vonulnak az emberek. És talán leginkább ahhoz lehet hasonlítani. Hát, de még csak ehhez sem hasonlítjuk, mert ott azért van most már egy 70 éves agymosás. Míg 56-ban állt ott azért a magyar emberek elmondták, hogy mit gondolnak. Hát én nem sajnálkoztam ezen. Én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy amit 1989-ben kijelöltünk, hogy már pedig ez az ugródeszkánk, az 1956-os forradalom. Csak emlékeztetek rá, hogy egyébként pont október 23-án fejeződött be a Magyar Népköztársaság, ez egy szimbolikus, az első törvény, amit elfogadott az első szabadon választott országgyűlés, az 56 emlékéről szólt. Tehát, ja, és akkor most még a mai alaptörvényt nem is említettem. Tehát, hogyha ehhez képest valaki homlokegyenest az ellenkezőjét mondja, most te mondhatod, hogy ezek jogszabályok, én meg azt mondom, hogy ezen túl is van ennek egy erkölcsi, történeti, emlékezeti szegmense. De bocs, melyik 56? Tehát Nagy Imre vagy Pongrász Gergely? És akkor itt van egy érdemes, egyébként érdekes akadémiai állásfoglás, mert ugye hogy szól a törvény, hogy aki önkényelmű rendszer megalapozásában, stb. Így van, nem nevezhető erről a közterület. És ne, a törvény nem úgy szól, hogy kivéve Nagy Imre. És az akadémiának van egy állásfoglalása, amely leírja, hogy Nagy Imre tevékenyen részt vett a kommunista rendszernek a kiépítésében. Lesöpörte a padlásokat. Majd ezután az állásfoglalását azzal zárja, hogy büszke lehet az a közterület, amelyiket róla neveznek el. Na most én nem akarok Nagy Imre fölött pálcát törni, csak jelezném, hogy szerintem Nagy Imre értékelése elég széles skálán mozoghat, tehát akár onnantól, hogy a magyar szabadságért mártírhalált halt miniszterelnök, tehát Battyányi Lajos, akár odáig, hogy egy kommunista belső leszámolás áldozatává vált kommunista, mint mondjuk Rajk. És ezen a palettán azért nagyon szélesen lehet mozogni, és ha ilyen széles palettán tudunk mozogni, akkor kérdezem, melyik az az 56, amelyikhez visszanyúlunk? Szerintem akkoriban 1-56 volt, ezt úgy fogalmazták meg, hogy halál az ávóra és ruszkik haza. Ez volt akkor a nemzeti minimum, tehát a nemzeti szuverenitás. Aki emellett állt, az benne van az 56-ban, aki nem, az nincs benne. Szerintem ez nagyon egyszerű. Eszte? Itt ugye szerintem az fontos, ha már előkerült, ugye a 89. október 23, hogy ugye 89 év is egyébként, mint iskolás, hogy... Én ellogtam a suliból. Hát nálunk meg az volt, hogy menni kellett, mert azt mondta az osztályfőnök, hogy ez egy történelmi esemény, úgyhogy elmentünk október 23, szűrös akkor volt megye. Egyébként az MDF-nek az országos gyűlése is, tehát a
akkor még Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, és onnan ment, tehát az MDF-es tömeg. Tehát ugye október 23, Szűrös Mátyás az, aki kikiáltja a Magyar Köztársaságot, szerintem erről tényleg ne feledkezzünk el, egy reformkommunista politikus el akarja venni október 23 a forradalom igazi méltó helyét azzal, hogy ugyanez nap kiáltja ki a köztársaságot. Tehát ugye szerintem itt még az is benne volt a pakliban, hogy majd úgy ünnepeljük a forradalom évfordulóját, hogy a köztársaság kikiáltásának az évfordulójával együtt. Próbáltak rárepülni. Igen, pontosan, de szerintem ez ugye azért is fontos, mert amiről az előbb beszéltetek, hogy melyik 56, meg kinek az 56-ja, ugye itt tényleg voltak ezek a versengő narratívák, ugye az, hogy a 90-es évek 56-os hagyományában előtérben volt ugye a Nagy Imre és körének az emlékezete, és ugye a 90-es években én nagyon sok 56-ossal interjúztam, elsősorban fegyveres felkelőkkel, és mindig az volt, ők csalódott voltak, és hogy ők úgy érezték, hogy ők nem mondhatják el az igaz 56-os történetüket, ami aztán szerencsére ugye a Terrorházának a 2016-os évfordulóra készített interjúiban, meg képzéssorozatában ez a helyére került, de ez egy tény volt, hogy akkor a 56-os fegyveres felkelők emlékezete a 90-es évek 56-os feldolgozásaiból azért volt kiszorulva, mert Nagy Imre és a reformkommunisták voltak bent, és ugye amikor ez a kinek az 56-ja, ez tényleg egy nagyon fontos kérdés, pont emiatt, hogy lehet, hogy ugye a mi fejünkben is ott vannak még ezek az ünnepségek is. Tehát, hogy mondjuk azért is volt az, hogy amikor a Göncz Árpádot kifütyülték a 92. október 23-án, ott a szervezők között voltak csalódott 56-osok is, akik ebben azért vettek részt, mert mint hogy egykori fegyveres felkelők. Vagy gondoljunk arra, hogy mondjuk a szénatérieknek az emlékezete, mondjuk Őrsi Lászlónak a könyveiben, vagy a cikkeiben, az ugye úgy jelenik meg, hogy jaj, hát ők már ugye túl jobboldaliak. De szerencsére ezen túl vagyunk, és most már méltó helyükre kerültek ők is, és tényleg ugye a minimum, hogy ugye Ruszkik haza és halál az ávóra, ez az tényleg egy olyan minimum az 56-os forradalom emlékezetében, amiben ugye aki egyetért, az a forradalom mellett van. Létezik az a kifejezés, hogy demokratikus politikai rehabilitáció? Tessék. Biztos létezik, mert most bemondtad, igen. Na most ezt azért mondtam be, jót lehet ezen nevetni, tehát vitatkozhatunk mi a Horn Gyuláról, de szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy 1994-ben a rendszerváltozás után 4 évvel Magyarország többsége szavazta meg azt a koalíciót, illetve azt az MSZP-t, jelentős 50% fölötti eredményt értek el. Azt az MSZP-t, amelynek a listavezetője Horn Gyula volt. Tehát ha létezik rehabilitáció, még ha megvezetve is, akkor ez csak ez volt. De ez két külön dolog. Tehát szerintem attól, hogy rehabilitáció is van, attól még egy elkövetett cselekedet, az nem válik el nem követett, és az elkövetett cselekedetnek pedig következménye kell legyen, függetlenül attól, hogy egyébként éli a normális életét, és akár miniszterelnök lesz bele. Szerintem két külön dologról beszélünk. Szerintem pedig egy másik kifejezést használjunk, nosztalgia. Tehát Horn Gyula testesítette meg azt a fajta kádári világot, ami a 80-as években azért nagyon-nagyon sok embernek otthonos volt. Ezt el is mondja egyébként. Attitűdöket, stb. És ugye előtte hát az SZDSZ segítségével lejáratták a magyar konzervatív jobboldalt, és akkor, hogy na majd ők, ugye, a szakértelem. Erre mondták azt, hogy hát az volt a varázsszó akkor, megpokrosodott a Gyula, és tombolt a szakértelem. Szerintem itt ugye azt is fontos hozzátenni, hogyha nem Horn Gyula lett volna ennek a listának a vezetője, most mondom Németh Miklós, akkor ugyanúgy megválasztják, pontosan emiatt, mert hogy ugye egyrészt az is történt, hogy ugye hát akkoriban volt egy mondás, hogyha a kutyára MSZP-s szalagot, vagy MSZP-s jelvényt raktak volna, akkor azt is megválasztják. Tehát azért az egy elég érdekes választás. Két fontos tényező volt szerintem, az egyik ugye az sajnos az, hogy Antal József 93. decemberében meghalt. Szerintem ez döntően befolyásolta a választás eredményét. A másik pedig ugye, amit most Áron is mondott, a sajtó. Tehát a sajtó nem volt olyan konzervatív jobboldali sajtó. A sajtóból folyamatosan az jött, hogy mi az, ami nem jó az MDF kormány működésében, és hogy teljesen elidegenedett figuráknak ábrázolták őket a valóságtól.
Tehát ez a túlnyerés, ez minden miatt is lehetett. Meg igen, egy visszavágyás, egy olyan időszakban, amikor van munka, van biztonság, 360 a kenyér, és ugye az emberek megélték a 90-91-ben az óriási inflációt, a munkanélküliséget, az, hogy mindent újra kellett tervezni, és hát úgy vélték, hogyha itt ugye újra az MSZP lesz, akkor mindez meg fog oldódni, és hát pont ugye aztán mi jött Bokros Lajos a végtelen cinizmusával, és... Hongyul egyébként ennek a Kádári nosztalgia terméke vagy alakítója volt ebben a korszakban? Ez túlmutat azért, mert a történészhez, tehát itt én most így véleményt politikai kommentátorként véleményem, szerintem egyszerre mind a kettő nagyon ügyesen játszott ezzel, és én most egy hajmeresztő dolgot mondok, szerintem egy nagyszerű politikus volt, ha csak a politikusi történetét nézem, nagyon ügyesen csinálta a saját pártja szempontjából. És azért ne felejtsünk el két dolgot, az egyik, hogy az SZDSZ-t gyakorlatilag kispártá alakította át. Igen. Külső presszióval. Ezt azért... Van egy történelmi érdeme akkor. Igen, tehát ezt azért megköszönjük. A másik az, hogy tehát Horn Gyula ahhoz a kádári világhoz szokott, ahol Magyarország helye a nagyhatalmi erőtérben egy csatlós ország. De nem egy ilyen dróton rángatott tartományi helytartó vagy bábkormány, ahol már gyakorlatilag átjáróház az egész. Tehát azért ne felejtsük el, hogy ő próbált, tehát kijelölt önmagának, meg hát a helyzet is kijelölt neki egy mozgásteret, és abban totálisan kádári volt, hogy ezen annyira tágítani nem akart, de azon belül azt azért ő próbálta tartani és megvédeni a sajátosan felfogott posztkádárista mentalitásához híven. Kovács Lászlónak az a mondása, hogy merjünk kicsik lenni, az Horn Gyulánál elő nem fordulhatott volna. Ezt őszintén szóval nem tudom, ehhez sokkal komolyabb hermeneutikai vizsgálatok kell lennének. Hát másrészt meg ugye, hogy alakítója el, hát persze, hát ugye a vasfüggöny lebontásában játszott saját szerepének a médiában való reprezentálása, és hát ugye ott tényleg ő úgy jelent meg, mintha amikor ugye átvágja a vasfüggönyt, mintha erről ő döntött volna konkrétan, pedig hát tudjuk, hogy már a határos parancsnokságon ez egészen konkrétan elő volt készítve. Tehát szerintem ő ebben tudatos volt, hogy ő, tehát hogy ő úgy alakítsa az imidzsét, hogy amely az embereknek is megfelelő, vagy vonzó tud lenni. Szóval. Ha megengeditek, hogy kicsit visszakanyarodjak a témánkhoz, mert jó, hogy elbeszélgetünk Horn Gyuláról, de... Hát ha nem lenne Horn Gyula, nem lenne közterület elnevezés. A gyökerét kell megnézni az ügynek. Én vállalkozóként keresem a kenyeremet, és a vállalkozók eredményorientáltak. És hát a mi kezdeményezésünk mögött is ez van, és én azért örülök annak, és azért vetettem föl a kormányhivatalnak a kérdését az előbb. Azért örülök ennek, hogy beszélgetünk, mert abban bízom, hogy így nem fog elsikkadni az ügy. Tehát nekünk van egy célunk, és a cél egyértelmű. Horn Gyula, mint közterület névadó, egyszer és mindenkorra kerüljön le a napirendről. Igen. És ennek érdekében tettünk egy lépést, és hogyha a kormányhivatal korában ehhez nem talált megalapozottságot, akkor abban bízunk, hogy a mi beadványunkkal fog találni megalapozottságot, és azért igyekszünk, hogy nyilvánosságot adjunk neki, hogy ne az legyen, hogy valami 28. ügyintézőnek az asztalán ez megszületik, ki tudja, mit gondol a dologról, az ő személyes percepcióit beleviszi a kormányhivatalba, majd a szegény főispán úrnak a 628.912 aláírandó közé beteszik, és ő meg aláírja. Tehát abban bízunk, hogy most ennek a nyilvánosságnak az erejével, amit nektek is köszönünk ezúttal, el fogjuk azt írni, hogy tényleg akkor érdemben foglalkoznak az üggyel, és Horn Gyula, vannak érdemei, van, aki szereti, van, aki nem szereti, de Horn Gyula, mint köszönet névadó, ez tényleg lekerül a napirendről. Tehát nekünk ez a cél. Nyilván a történelemben, Magyarország politika történetében megvan a méltó helye Horn Gyulának, és nem lehet kitörölni belőle, mert mondjuk azért azt gondolom, hogy a normális történetírástól messze áll a cancel culture-nek ez a fajta stílusa, de itt, ha vannak törvények, és akkor itt egy picit álljunk meg, mert az előbb Zoltán mondott egy fél mondatot, ami fölött elsiklottunk, hogy miközben Magyarország folyamatosan ki van oktatva a jogállamiságból, a törvényekben nem tartásából, stb. De most a jogállamiságnak egy alapvető kritériuma, hogy egy önkormányzat a rávonatkozó törvényeket még akkor is, ha nem tetszik, neki betartja. És ez nem jogászkodás. Igen, ugye nagyon sokszor hallgatjuk a bezzeg Románia kifejezést, hát ez aztán a legtöbbször
kiderül, hogy nem teljesen megalapozott. Általában azok sose jártak ott egyébként, akik ezek Romániáznak. Igen, most nem, csak azért mondom, hogy általában nem meg a... De, és most egy nagyon faramuci dolgot mondok, és rögtön el is fogok majd határolódni tőle, de ilyen esetekben én azért mondok egy bezzeg romániázás, hogy ott, amikor a sajátos nemzeti érdekeiknek, vagy annak vélt ügyeknek az átveréséről van szó, akkor hát mondjuk úgy, hogy rugalmasan kezelik a jogállam fogalmát, tehát ott egész biztos, hogy nem érdekelné, akármelyik hivatat van állásfoglalás, vagy nincs, azt mondanák, hogy akkor nincs közterület. Na jó, de bocs, tehát egy amerikai bábállam, tehát az, amit az amerikai elnéznek, azt megcsinálják, én nem akarom román barátainkat bántani, tehát én ettől is elhatárolom. Csak azt mondom, hogy ott például teszem azt egyes magyar vonatkozású ügyekben azért nagyon gyorsan, és mondom, a jogállamiság kritériumain túlmutató módon elég ügyesen el tudnak járni, különösen peres ügyekben. Tehát akkor az ember fölteszi a kérdést, hogy ugye ilyen ügyekben nem lehetne Magyarországon, és tudom, persze jogállam, úgyhogy ez csak olyan közéleti duhogás volt. Igen, ám már. Pont. De csak azért, mert jó, hogy szóba hoztad, és itt aztán lehet a nemzeti minimumról megint beszélni. A Romániában élő magyarság és székelység, mert azért különböztessük őket, ahogy ők maguk is megkülönböztetik magukat, az bizony a román nemzeti minimumnak egy igen jelentős részét képezi. Hát igen, és ne felejtjük el, hogy ugye 9, ja nem, de az már a 2002-es választási kampány volt, bocsánat, a 23 millió románnal való fenyegetőzés, ugye a magyar igazolvány, az már később, de ugyanez a társaság. Tehát itt igazából Hongyula esetéhez visszatérve, amit a bejátszóban is elmondott, tehát ő annak a szovjetizált Magyarországnak a meséjét mondta, amiben a határon túli magyarok egyenlő Horthy rendszer legsötétebb pillanatai, egyenlő revízió, már-már fasizmus, ugye? És szerintem ez az, ami egy különösen szomorú dolog, de azért ne felejtsük el, hogy egyes esetekben Hongyula tényleg államférfiként, vagy hát ahhoz felnőve tudott viselkedni. Én itt egy pillanatra azért állnék meg, mert egyszerűen el kell választanunk azt, hogy 90-ig neki tartott egy karrierje, aminél nem is lehet vitatni, hogy önkényuralmi rendszer kiépítésében, fenntartásában, működtetésében tevőlegesen részt vállalt. És hát a 90 után, most te mondtad ezt a politikai rehabilitációt, szóval azért az nem úgy megy egyet társadalomban, hogy akkor egy tolvonással átírjuk az addigi emlékezett politika eredményeit, tehát azt föl kell építeni, el kell mondani százszor, meg kell nyitni múzeumokat, létre kell hozni intézményeket, ki kell adni könyveket. Tehát azért ne becsüljük le a kádári emlékezett politikát, ahogy az Eszter is elmondta, abban 1956 egyenlő a bűnözők plusz a fasiszták. És ezt mondta el a bejátszóban gyakorlatilag. Igen, de azért, ha belegondoltok, és akkor már beszéljünk egy picit a magyarországi történettudományról is. Ha megnézitek, azért tömegével még mindig a kádári emlékezett politika az, amely meghatározza az emberek jelentős részének a gondolkodását, mert hogy az elmúlt 32 év, vagy tekintsük 33 évnek, 89-től eredeztetve, különböző a demokráciából eredő politikai törésekkel járt, különböző politikai oldalak váltották egymást, és a különböző politikai oldalak a mai napig nem tudták kialakítani az emlékezett politikai, a nemzeti emlékezett politikai minimumot. Én azért ennyire nem vagyok pessimista, sőt. Tehát az elmúlt 10 évet, és az elmúlt 10 év nemzetépítését nézve, meg én tapasztalva, tehát én felnőtteket, hát Áron, ugye te is együtt tanítottunk, ugye
tanárokat is. Én nekem nagyon kellemes, pozitív tapasztalataim voltak, hogy mennyire fontos a nemzet, a nemzetépítés, hogy ezt átadják ugye az órákon is. Én egy gondolat erejéig viszont visszatérnék ahhoz, amit már itt beszéltünk ugye róla, hogy politikus, és hogy politikusként milyen szerepe volt. Ugye, ha megnézzük a magyar történelemben, hát fontos szerepet játszó 20. századi politikusokat, de itt Tisza Istvántól kezdve Nagy Imrén át, Kádár János, ugye ne hagyjuk ki senkit, tehát, hogy mindegyik ember tehát összetett. Most Tiszánál ugye a háborúban való részvétel, tehát az, hogy be kellett lépni a háborúba, most csak ezt az egy gondolatot kiemelve, akkor ugye Nagy Imre esetében nem csak a padlás lesöprés, hanem mondjuk ugye az is, hogy amikor Sznagovban volt már, és akkor ugye a Kádár kiküldött hozzá tárgyalókat, hogy térjen vissza a politikába, és akkor ő ugye nem tér vissza. Tehát ugye ez is egy politikusi döntés. És ugye azért nem tér vissza, mert hogy ő mint a forradalom miniszterelnöke szeretne meghalni, és akkor azt tudja is, hogy ebből ugye az fog következni, hogy őt halálra ítélik, és kivégzik. Viszont ugye az utolsó szójogán azt mondja el, hogy ő majd a nemzetközi munkásosztály lesz az, aki őt majd felmenti. És hát ugye Kádár is most tényleg nem belemenve, diktátor volt, ugye több száz embert kivégeztetett, volt, nem kellett volna ezeket a döntéseket meghozni, de ugye mindezek ellenére a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszott, és ez egyébként Horn Gyulára is igaz, viszont ugye azt, ahogy beszéltük is, tehát ezt nagyon fontos ketté választani, hogy aki mondjuk ugye Horn Gyulát politikusként értékeli, és mondjuk például azt lehet értékelni, hogy 89. szeptemberben, amikor ugye a német NDK állampolgároknak a határt megnyitotta, az mondjuk egy jó döntés volt, tehát ugye óriási volt ott a megnyitott a magyar kormány, és nem megnyitott, ugye eszébe jut az embernek a Lenin elvtárs, és egyébként a gyerekek. Egyébként Gorbacsov engedélyével. Ugye közéjük is. Tegyük hozzá. Igen. De csak a viccét tudom, mert nem olyan, én csak a viccet mondom. Nem olyanok voltak azok. Igen, vöröskeresztesekkel interjúztam, tehát ott az egy nagyon izgalmas és fontos időszak volt, ugye gyakorlatilag ugye a stázi ügynökök be voltak küldve a csillebérci táborba is, de az, hogy ott például ugye a vöröskeresztesek helytálltak, majd megnyílt a határ, és ez békésen eltávoztak az országból a hónapok óta itt levő NDK állampolgárok, ugye ez egy politikai döntés. Most, hogyha politikailag akarjuk Horn Gyula pályáját értékelni, akkor ugye ez ebben lehet pozitív is, de az, hogy róla ne legyen elnevezve közterület, azt ugye tényleg akár a jogszabályi, akár ugye az ő szerepe, amit játszott ugye a szocialista időszakban, mindezek alapján ez teljesen releváns és jogos, hogy ne legyen róla közterület elnevezve. Na most itt rácsatlakozva arra, amit az Eszti mondott, tehát hogyha 90 utáni Horn Gyulát nézzük, akkor egy ilyen euroszocialista, ami nem feltétlenül dicsérő jelző. De azok közül egyébként a jobb fajtából való. Azt akartam mondani, reálpolitikus volt. Persze, hogy egy kis országban gondolkozott határon túli dolgokkal, nem fog, ez mindig az. Na de ma, amikor gyakorlatilag hiányzik nyugaton a reálpolitika, mi szívesen akkor exportálnánk oda Horn Gyula szellemét, és akkor talán esetleg azzal elboldogulnak. De mondom, ez a 90 utáni történet. És az volt a gond, hogy ő nem tagadta meg, tehát ő gyakorlatilag vállalta szinte már-már, hogy ő a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöke, ugye. Csak úgy viccesen fogalmazom meg, ezt talán a Mandineren volt valamikor. Hát le is elvtársozta összegyűlteket 94 és választási győzelem után. Tehát igen, úgy, de azért hát, az MSZP szavazótábor volt, tehát ez később is megtörtént, hogy elvtársnak szólították, sőt a mai napig előfordul az MSZP, hogy elvtársnak szólítják egymást, sőt mi több, hát emlékezzetek arra a kényelmetlen esetre, amikor Gyurcsány Ferencet Bajnai Gordon váltotta, és Bajnai Gordonnak, mint milliárdos nagyvállalkozónak el kellett énekelni az Internacionálét az MSZP színpadán, tehát azért ennél kínosabb jelenetet az elmúlt 30 év magyar történetében nehezen lehet találni. De hát azért Horn Gyula hozott ilyeneket, tehát amikor például elmondta, hogy nem csak a MÁV-on és a BKV-n, de a MALÉV-on is ingyen lehessen utazni a nyugdíjasoknak, az volt az egyik, aztán a politikai folklort gazdagította ugye a születésnapján, amikor azt mondta, hogy te nem szenvedsz a szerénytelenség betegségétől, szintén Gyurcsány Ferencnek. Tehát azért voltak, meg hát ugye az egyedül vagyunk, igen. De meg én.
ugye? Meg a nézők, kivel álljunk össze, a Jobbikkal, a Türmerekkel, azt hiszem így hangzott az idézett Szonyi Tiborra. És egyébként sokkal, Tibor. Sokkal színvonalasabban trágárkodott, mint Nagy Blanka vagy Pankotai Lili, tehát abszolút, ebben is azért hozott igen. egy színvonalat. Igen, tehát ezeket is azért tegyük hozzá, tehát egy ilyen karcolatszerű. Kicsit ilyen, tehát Mikszáti figurának nem nevezném, mert ezzel a nagy írót azért megsértjük, de mondjuk annak egy ilyen groteszkje az azért ott elfér, igen. Meg hát egy dolgot kifelejtettünk, a vodkázást. Tehát azért mondjuk Hordulát szerintem nehéz megérteni anélkül, hogy ez a folyamatos vodka mámorban leledzik. Tehát ugye ez is azért egy bizonyos elvtárs imidzs. Hát ezt ugye tudjuk, hogy a 70-es, 80-es években is ugye a munkahelyeken is ittak, és minden kis bárszekrényben ott lepult mondjuk egy konyak, ami nem Napóleon konyak volt, de Lánchíd konyak. Tehát szerintem azért mondjuk ez is fontos összetevője az ő jellemének. Főleg aki Rosztovban szocializálódott. Igen, hát az meg a másik. Igen. Ez egy másik kérdés, nem biztos, hogy erre tudtok válaszolni, de mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy hogy él a baloldali emlékezetben, a baloldali történelmi tudatban Hongyula. Mert bocs, én azt nem tudom, hogy nagyon de az, ez azért érdekes ez a probléma Zoltán, mert ha belegondoltok, Hongyula az, aki az 1990-es választási bukás után nagyon csúnya vereséget szenved az MSZP. 1994-re 50% fölé hozza föl a pártot, és ez olyan erős MSZP-t eredményez, hogy az eróziója most kezd lecsengeni, tehát most megy az 1% közelébe vagy alá az MSZP. Tehát 94-től 18 éven keresztül tudott leépülni, pedig aztán politikai hibák egész sorát követi el az MSZP vezetés az időszakban. Tehát ilyen szempontból Hongyula a nagy pártépítők közé tartozik, sőt az egyetlen. De nem használják szerintem különösebben géniuszként, ami inkább meglepő, hogy európai szintéren és a németeknél ott Hongyula, hát ő egy márkanév. Ugye a Merszobora, ott a Schumann placon. Hát Helmut Kohl megkérdezte Antal Józseftől a választás éjszakáján, hogy ugye van nektek ez a külügyminiszter, a Hongyula, hogy erre számítasz a kormányban, tehát ez azért jelzi a tájékozatlanságát is az oly magasan fejlett nyugatnak a keleti viszonyokról. De hát ez a marketingiről szól, ugye? Persze. Tehát ez mi a különbség a mókus és a patkány között című kérdés, hogy a mókusnak jobb a marketingje, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy a Hongyula elhitette azt, ami egyébként tényleg egy történelmi formáló lépés volt, de valószínűleg nem csak az övé egyedül, de elhitette azt a németekkel, hogy az, hogy az NDK-sok kimentek és a két Németország egyesülhetett, ez tulajdonképpen neki volt köszönhető. Ez a német folkról része lett. Tehát ugye, hogyan politikai marketingből is jeles. Így van. És ugye ehhez tartozik még szintén a hazai folklór, a politikai folklórnak egy komikus pillanata, amikor egy konzervatív összejövetelre meghívták Helmut Kohlt, aki úgy kezdte beszélt, hogy innen is üdvözlöm barátomat, Hongyulát, és szerencsére a tolmács észnél volt, és rögtön Kürt Gyulaként fordította, és azt mondja, nézők, hát jó, hát a Kürt Gyula biztos. István, egy pillanatra még visszamentünk a Kádár emlékezett politikához, és ez ahhoz is kapcsolódik, amit Áron mondott, hogy nincs közmegegyezés. Hogy én azt látom, hogy nagyon, és ezért kapjuk a támadásokat, hogy van, aki elégedetlen ennek a mértékével, van, aki soknak tartja, de azt látom, hogy egy alternatív nemzetpolitikának a kialakítására, hogy te is mondtad, igenis komoly lépések történnek. De minden egyes pillanatban, amikor ennek az alternatív nemzetpolitikai kialakításnak egy lépés történik, akkor jönnek ugye a diplomás kommunisták, vagy a miniszterelnök úr hívja őket, és a német megszállási emlékműtől kezdve a Vasalberten keresztül, a nemzeti alaptanterven át, tehát tulajdonképpen mindennek a másik oldalról neki mennek. És hát nyilván ezért, amit te mondtál, tehát nem mindegy, hogy ország, a nemzeti emlékezett politika, az mihez nyúl vissza, mit tart értéknek, mikor gyújtunk gyertyát a gyerekeink az ablakba vacsoránál, november 4-én, vagy valamikor máskor, ezek nem mindegy, és ebben most komoly lépések vannak, de kutya nehéz, mert hát állandóan tüzelik a kormányt, aki erre törekszik. És ezt én azért is hoztam ezt a témát, vagy ezt a problémát, és most nagyon fontos dolgot mondott Zoltán, ebben amit elmondott, ebben van egy hihetetlen fontos kifejezés, az alternatív. Tehát ott tartunk, hogy van egy posztszovjet, posztkádárista,
talán már imittam ott neomarxista emlékezetpolitika, ami a kádári oktatási rendszeren alapul, és ízesült a magyar agyak jelentős részébe, és ennek kell egy alternatíváját fölépíteni. Mi azért a Nemzeti Emlékezet Bizottságánál 9 év alatt egy reális alternatíváját. Egy elég reális alternatíváját kezdtük el ennek fölépíteni, vagy legalábbis ehhez adalékokkal szolgálni, mégpedig én úgy hiszem, hogy elég fontos adalékokkal, és én azt tudom elmondani, hogy az a fajta közmegegyezés hiánya, amiről itt szó volt, lehet, hogy van, de én azért azt látom, hogy lehet csűrni, csavarni 1956-ot, de lehet arról beszélni, hogy kié, de én nem tudok elképzelni ma olyan politikust, vagy nem tudom, közéleti szereplőt, biztos nem tudom hány ezer tanár van Magyarországon, van közöttük 15-20, 120, akár 130 olyan, aki azt mondja, hogy az ellenforradalom, meg a fasizmus, meg a nyilas keresztesek jártak fegyverre, ugye? De tehát azért egy-két dologban szerintem van, igenis van, és amit azért ezzel kapcsolatban vegyünk észre, hogy Magyarország egy nagyhatalmi erőtérnek a része. És ebben a nagyhatalmi erőtérben jelenleg nincs feltétlenül szükség egy erős magyar nemzettudatra, egy erős magyar nemzeti eszmére, annak minden járulékos történetével. Azért, mert nincs szükség egy szuverén államra. Jó, de máshol meg épp arra van szükség, hogy megerősítsék, vagy felépítsék, ott olyan dolgok is elférnek benne, ami itthon, hát már ugye kiátkozással lenne egyenértékű. Gondolod, hogy ennek az eszmerendszernek... Van hatás erre. Ennek az eszmerendszernek egy evidens része az, hogy Horn Gyuláról most nagyon tudatosan és tulajdonképpen egy baloldali emlékezett politika részeként nevezték el ezt a területet, és mondjuk azt, hogy őszinte hittel hisznek benne, vagy pedig ez egy hack, meghekkelése a dolognak, egy fricska a hatalomnak, hogy mi ezt is megtehetjük. Szerintem ebben nem látunk bele, hogy mi mozgatja ezt a döntést. Én egy gondolat elejéig visszatérnék arra, hogy ugye, amit Áron mondtál az 56-os forradalommal kapcsolatban, szerintem az 56-os forradalom alapvető üzenete az most már mindenhova átment. Tehát az, ahogy Márai megfogalmazta, egy nép kiáltott, aztán csend lett, ugye az, hogy a szabadságért, hogy a ismeretlen emberek egymás nyakába borultak, tehát, hogy ez mind olyan üzenet, és hogy tényleg a nemzetőrök, a fegyveres forradalmárok, tehát egy kis nép a nagy agresszor ellen fellépett molotov koktélokkal, tankokkal, ez olyan üzenet, ami minden nemzedéknek vonzó lehet. Tehát, hogy van egy kis nép, amelyik felázad a zsarnokság ellen. Tehát, hogy én ebben úgy érzem, hogy nagyon sok eredményt elértünk, hát gyakorlatilag ugye jó magam is 95 óta kutatom az 56-os forradalom történetét is, jelenleg is a pasaréti fegyveres nemzetőrök történetén dolgozom, sok más kollégával együtt, tudom, hogy pont nálatok is ugye van ez az alapvető kutatás, amelyben ugye az összes 56-os pert, az összes levélpárban feltárjátok, egy fantasztikus kutatás, tehát hogy én úgy érzem, hogy azért ilyen területen nagyon sok mindent megtettünk. Azt, hogy most itt ezt a döntést konkrétan milyen aktuál politikai érdek mozgatja, hogy ez hack, vagy egy tudatosság, szerintem mi ebben nem látunk bele. Azért véleményünk lehet róla. Hát igen. És valószínűleg több motiváció van mögötte. Hát mondd a véleményedet, erre vagyok kíváncsi. De egy dolog biztos, hogy a magyarországi baloldalnál látszik, hogy komolyan keresik a gyökereiket, amiről tovább lehet építkezni, és az egyik komoly gyökér most a szociáldemokrácia. Ugye Horn Gyulát is nem kommunistaként, hanem modern szociáldemokrata politikusként kezdik pozícionálni, és hát épp a napokban sírta el magát Hiller István az Indexnek, hogy hát milyen szörnyű, hogy újra a főispánok kora köszöntött be, és hogy ő ezzel szemben magyarságot és szociáldemokráciát kíván összekapcsolni, és szociáldemokráciát kíván építeni. Zárójelbe jegyzem meg, a szociáldemokrata pártban, ami magyarországi szociáldemokrata párt volt, nem magyar, tehát a nevük is kifejezte azt, hogy nekik Magyarország az nagyjából egy műveleti terület. A magyarországi szociáldemokrata pártban olyan prominens politikusok politizáltak, mint Kun Béla, Samueli Tibor, aztán későbbiekben ugye a Marosán György elvtársa, Buci Gyuri. Tehát
ennek a szociáldemokráciának van több ága, de szerintem a Horn Gyulának a fülemelése, ez abba illik bele, hogy megpróbálunk most egy ilyen szociáldemokrata profillal a baloldal egyik részében előre előjönni, és keressük a hogyan keressük az ikonikus szereplőit, és az egyik ilyen ikon, hát nem Samuelit veszik elő, az egyik ilyen ikonikus szereplő, aki ráadásul sikeres volt pártépítésben, és az a Horn Gyula. Én azt gondolom, hogy egy ilyen gondolkodása. Azért, hogy mondjam, ott is okos emberek ülnek, tehát nyilván stratégia van egy-egy lépés mögött, nem csak, hogy véletlenül jött egy Horn Gyula sétány. Ebben gondolom, nem mert... vagyok biztos. 2012-ben az Alai Hírlap csinált egy felmérést. És ezt azért, mert ez egy 10 évvel ezelőtti felmérés, de lehet, hogy érdemes lenne most például a Horn Gyula sétány kapcsán megcsinálni ezt. Megkérdezték az olvasókat, hogy mit gondolnak róla. 56% azt mondta, hogy Horn Gyula jelentős államférfi volt, hiszen külföldön is elismerték tevékenységét. 17% a rendszerváltás utáni időszak legeredményesebb politikusának nevezte, 18% szerint nem akadtak történelmi érdemei, és 9% azt mondta, hogy Horn Gyula a múltját nem tudta levetkőzni. Ez összesen, ha az összeszámolom, 27%, az összes többi az teljesen pozitív. Igen, 73% pozitívan értékelte. Én itt azt emelném ki, hogy a magyar ember egy ideje, meg hát ennek régi hagyományai is vannak, sajnos, vagy szerencsére ez most talán egy másik műsor témája lehetne, egy szóval nagyon gyakran külföldi mércével méri magát. És ez beleillik abba, amit mondtam a nagyhatalmi erőtérben. Hogyha odakint mondanak valamit valakire, most teljesen mindegy, az az odakim, Moszkva, Berlin, stb. Nagyon gyakran az átjön idehaza és elfogadják, ez a történelmi gravitáció sajnos működik. Szerintem itt még egy fontos, 2000-ben volt talán az a felmérés, amelyben pedig ugye Kádár János volt a legnépszerűbb magyar politikus a 20. században. Én úgy gondolom, hogy ezekkel azért úgy óvatosak kell, hogy legyünk, de ez tényleg teljesen helytálló, hogy ugye ő nemzetközileg elismert volt, meg hát amiről beszéltünk is. Sikeres pártépítő volt, választást nyert, most ezeket azért nem lehet elvitatni, de azért ugye tegyük azt is hozzá, hogy 98-ban viszont elveszítette. Zoltán, tiéd a végszó. Mi a véleményed erről? Ez a vidék hangja, vagy ez általános? Bár nincsenek statisztika adataim, tehát lehet, hogy feltételezés. De azt feltételezem, hogy Kádár János többen ítélik meg pozitívan a magyar társadalomban, mint Horthy Miklóst, akinek azért tehát az első világháborús talpraállás, az ország gyarapítás, területvisszaszerzések, stb. Tehát ezért fontos az emlékezetpolitika. Hogy most mi lenne, ha Kádárt meg Horthyt összehasonlítjuk, nyilván nekem is van véleményem, másnak is van véleménye. Ha végszót kértél tőlem, akkor azt szeretném mondani, hogy remélem, hogy ezzel egy kicsi lépést tettünk afelé, hogy az emlékezett politikába beleszóljunk, és hogyha ez a kicsi lépés sikeres, akkor ezt nektek is köszönjük szépen, hogy ennek nyilvánosságot adtatok. Örülünk, hogy nyilvánosságot adhattunk neki, köszönöm, hogy eljöttetek. Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. 20 éve vette át Kertész Imre az irodalmi Nobel-díjat. Az Ez itt a kérdés holnapi adásában arról beszélgetünk majd, hogy hogyan járult hozzá az életművével a holokauszt feldolgozásához. Várjuk Önöket holnap is, én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.